Költözni sosem egyszerű, viszont akkor még inkább nehezebb, amikor emellé a költözés mellé még sulit is vált az ember. Sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Ebben a videóban elhoztam az összes olyan tippet, ami nekem annó abban segített, amikor suli vagy munkahely miatt költöznöm kellett, és hogy mik azok a dolgok, amikre érdemes figyelned, hogyha egyetem miatt költöznöd kell. De most az első és legfontosabb dolog, amit mindenképp szeretném, hogy figyelembe vegyetek, az ugye a lakhatás. Az egyetemen kettőféle lehetőséget szoktam én ajánlani. Az egyik az az, hogy kollégiumba mész. Ez egyetemtől függ, hogy mennyibe kerül, hogy kell bekerülni, milyen közel van. Általában egy pontrendszer van, minél messzebb laksz, annál több pontot kapsz érte, hogyha valamilyen családi hátrányod van, akkor azért is pontot kaphat. A későbbiekben, hogyha jó átlagod van, akkor az is több pontot ér. Emellett, amit én ajánlani szoktam, az nyilván az, hogy több emberrel együtt próbáljatok meg egy kisebb lakást kibérelni. Ettől függetlenül ez relatíve azért nehéz, mert egyetemistaként nem milliómosok az emberek, úgyhogy ezt azért szoktam mondani, mert általában, amikor több ember keres egy apartmant, akkor az egyrészt megfizethetőbb, másrészt pedig az mégiscsak sokkal érdekesebb. Én egyedül költöztem Magyarországról Hollandiába egy két szobás lakásba, és nem volt semmi probléma vele. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy a kollégiumot próbálnám először megpályázni, és hogyha az nem sikerül, akkor utána keresnék esetleg egy lakást, mivel az ingázás az megint egy olyan dolog, hogy én például a Corvinusra annó ingáztam, amivel nem volt semmi probléma, mert 50 perc és 1 óra között volt az út. Ettől függetlenül, aki mondjuk nem tudom, Szegedről fog feljárni Budapestre, az nyilván ne ingázzon. Tehát ez érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy megéri-e azt, hogy te most felköltöz, szakpak, ahogy vagy, és hogyha igen, akkor tudsz-e lakást bérelni, mondjuk a barátaiddal, vagy a nem tudom, barátnőddel, barátoddal, akivel akarsz, vagy egyébként a koliba simán felvesznek, mert nem tudom hány száz kilométerről jössz, vagy tényleg muszáj vagy lakást keresni. Sajnos, hogyha lakást kell keresned, akkor oda nem igazán tudok milyen tanácsot adni, mert amikor én költöztem munkahely miatt, akkor nekem a munkáltatóm adott szállást, úgyhogy azzal úgy szerencsém volt. Nyilván nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert bármikor tudsz találni lakást. A kérdés az az, hogy ez megfizethető-e neked, vagy nem. Ezt pedig ugye nyilván saját magad tudod eldönteni. Viszont az első és legfontosabb az az, hogy legyen hol laknod. Én azt ajánlom, hogy kollégiumot mindenképp próbáld meg. Nagyon jó kolik vannak, nagyon jó sztorikat tudsz ott megélni a barátaiddal. Nagyon sok barátot tudsz találni, úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy kollégiummal nem veszíthet az ember. A második dolog, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, amikor költöznöm kellett munkahely miatt, az az, hogy milyen messze van a munkahelyem a lakástól. Ugye, hogyha például adnak neked lakást, vagy csak olyan helyen találsz megfizethetőt, ami mondjuk nagyon messze van a sulitól, akkor érdemes tisztában lenni azzal, hogy honnan, hova megy a tömegközlekedés. Ez nekem olyan szinten fontos volt, hogy oké, megvan a hely, szupi, de hol fogok lakni? Hogy fogok eljutni? Mennyi idő lesz? Hányszor kell átszálljak? Mennyire lesz drága? Szerencsére, hogyha valaki Budapesten tanul, akkor azért a diákbérlet szerintem relatíve eléggé olcsó, és ugye mindenre tudod használni, szóval ha Budapestre mész, akkor én ettől nem félnék. Viszont, hogyha valaki esetleg kollégiumot keres, vagy lakást, vagy bármi, akkor azért érdemes figyelembe venni azt, hogy hol fogok lakni, hogy jutok el az iskolába, és mennyi idő lesz. Mert például nagyon sokat használtam én is ezt az ingázási időt, ezt az egy órát arra, hogy mondjuk tanultam, dolgoztam, pihentem, és akkor azt az időt is valamilyen szinten hasznosan töltöttem, és nem pedig, nem tudom, azon gondolkoztam, hogy akkor mit fogok csinálni, ha hazaérek. Egyébként nem kell attól megijedni, hogyha mondjuk az ingázási idő az egy kicsit több idő, mint amire számítottál, főleg úgy, hogy egyébként, ha Budapestre jössz, akkor nyilván az a főváros, tehát még unatkozni se fogsz, miközben mész a villamossal. Ettől függetlenül szerintem jó azt tudni, hogy honnan és hova kell eljutnod, és ez az idő, ez mennyi idő lesz. A harmadik dolog, amit mindenképp tudnod kell, az az, hogy mi van a környéken. Tehát amikor én először lepakoltam a lakásba, és kipakoltam mindent, akkor szerintem nem viccelek, a következő 3 hétben konkrétan minden egyes nap sétáltam a szomszédságban, és megnéztem, hogy mi hol van. Ez azért nagyon fontos, mert ha valami bajod van, akkor tudnod kell, hogy mi hol van. Tehát nincs ott anya, hogy beüljön az autóba és elmenjen, vagy apa, hogy majd a munkából hazahoz valamit, hanem fontos az, hogy tisztában legyél azzal, hogy akkor ha kaját kell vegyek, hova megyek. Ha rendelni akarok, mi van közel? Ha rosszul vagyok, hol az orvos? Ha csak gyógyszerre van szükségem, akkor hol a gyógyszertár?
hogyha nem tudom, sportolni akarok, hol a legközelebbi edzőterem. Tehát ezeket érdemes ugye akkor föltérképezni, amikor oda költözöl. Feltételezem, hogy ha valaki szeptemberbe kezdi az iskolát, akkor nem augusztus 31-én fog oda költözni, hanem relatíve hamarabb. Tehát bőven lesz ideje arra, hogy körbejárjon, és hát ugye nyilván az internet a barátunk, tehát onnan már rá tud keresni arra, hogy mi hol van, mi van nyitva, mi van közelebb, stb. Stb. Viszont ezt nagyon sokan így elfelejtik ezt a dolgot megtenni, mert hogy hát majd, ha éhes leszek, akkor bevásárolok meg. Jaj, majd a hétvégén veszek valamit. És amikor oda kerül az ember, hogy úristen, nagyon-nagyon-nagyon szükségem lenne erre és erre, akkor meg egyszerűen így nincs. Tehát nem tudja, hogy hova menjen, nem tudja, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy kihez forduljon. És ugye főleg, hogyha valaki koliba van, és még nem ismer senkit, akkor nem fogsz tudni oda menni valakihez és megkérdezni, mert lehet, hogy az az ember se ismeri, sőt, elég valószínű, mert ugye koliba általában azokat rakják be, akik nem tudom, nagyon-nagyon messziről jönnek. Szóval ez mindenképp nagyon fontos, hogy nézzétek meg, hogy mi van körülöttetek, biztonságos-e, este 7-kor el tudtok-e menni vásárolni, vagy egyből iskola után kell megcsinálni, hova kell menni, mit kell venni, milyen messze van, meddig vannak nyitva. Nagyon sok mindenben tudja befolyásolni azt, hogy mennyire kényelmes az életetek. Mert hogyha tudod, hogy valami közel van, akkor nem aggódsz azon, hogy úristen, mikor fogok bevásárolni. Hazafele akár is meg tudsz állni, és venni tudsz valamit a boltba. Vagy el tudsz menni hétvégén, olyan közel van. Tehát mindenképp érdemes körbenézni, hogy mi, merre és hol van. És az utolsó dolog, amit kiemelnék, az az, hogy bármennyire is ijesztő, hogy neked most fel kell költöznöd, nem tudom, akár Budapestre, akár Budapestre egy másik városba, vagy hogy koliba kell éljél full idegenekkel, vagy hogy nem tudom, messze lesznek a szüleid, ne felejtsd el, hogy az otthon az mindig ott van. Tehát haza, te mindig haza tudsz menni. És nekem nagyon sokszor segített az, hiába voltam én ugye másik országban, tehát nekem ez a hazamenni, ez nem olyan volt, hogy oké, felülök a vonatra és otthon vagyok 2 óra alatt. Ettől függetlenül mindig arra gondoltam, hogy oké, én haza tudok menni. Én haza tudok menni, ha szeretnék, az otthon az ott van, anyuék ott vannak, és igazából ez segített túl azon, hogy ne legyen honvágyam. Rengeteg dolgot hoztam magammal, ami az otthonra emlékeztet, rengeteg olyan dolgot csináltam, ami az otthonra emlékeztet, ugyanúgy megvolt ugye a kommunikáció az otthoniakkal, viszont ugye, hogyha muszáj vagy költözni, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy ez egy új fejezet lesz az életedben. Sokkal többet kell önállónak lenned, sokkal több mindent kell magadtól csinálnod, ami nem feltétlenül egy rossz dolog. Ettől függetlenül ugye nagyon sokan például honvágyal küzdködnek, ami teljesen érthető, viszont ezért szeretném kiemelni azt, hogy ne felejtsétek el, hogy ez nem a vége. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most soha többet nem látom anyuékat, meg hogy akkor most én örökre itt fogok élni. Ez azt jelenti, hogy felvették az államegyetemedre. Gratulálok! Te oda el szeretnél menni, tehát ezért áldozatot kell hozni. És azért valljuk be, Magyarország nem egy nagy ország, hogy ne lehessen utazgatni akár péntekenként és vasárnaponként, illetve nem egy drága ország, hogy diákként te ne tudjál mondjuk tömegközlekedéssel utazni. Remélem, hogy hasznosult ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha bármi kérdésetek van, kérdezzetek nyugodtan komment szekcióban vagy privátban, itt, Facebookon, Instagramon, bárhol, ahol megtaláltok. Legyen nagyon szép napotok, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!